Sziasztok! Ez az érettségi.com. Ebben a videóban Zrínyi Miklós tevékenységéről és a törökök Magyarországról való kiűzéséről lesz szó. Tartsatok velünk! Zrínyi Miklós kivételes tehetségű politikus, költő, hadvezér és hazafi volt, a 17. századi Magyarország meghatározó alakja. Híres törökverőként és a Habsburgoktól távolságot tartó vezetőként a magyarság önálló fennmaradásáért küzdött. Horváth eredetű főnemesi családból származott, dédapja volt Zrínyi Miklós, a híres szigetvári hős. Elképzeléseinek középpontjában a nemzeti összefogás, királyság és hadsereg álltak, azonban legfontosabb törekvése a törökök kiűzése maradt. Számos kisebb törökök elleni összecsapásban ért el sikereket. Részt vett 1642-ben a szilíziai hadszíntéren zajló harcokban, valamint 1645-46-ban az első Rákóczi György, erdélyi fejedelem Bécs elleni ostromláskor a Habsburgok védelmében megindított támadásokban. Harmadik Ferdinánd 1647-ben kinevezte Horváth bánnak, ezzel Zrínyi a déli végek főparancsnokává. A külső támogatást, a Habsburgok segítségét Zrínyi is várta, azonban felismerte, hogy fel kell számolni a belső megosztottságot. Hármas programmal rendelkezett. Önálló nemzeti hadsereg, nemzeti királyság és nemzeti összefogás. Hadtudományi és elméleti műveiben a következőkről értekezett. Szigeti veszedelem. Dédapja hőstettének állított emléket. Tábori kis trakta. A korszerű hadsereg szervezés elveit és a hadviselés gyakorlati kérdéseit fejtette ki. Vitéz hadnagy, a jó hadvezérről való elmélkedés. Mátyás király életéről való elmélkedések. Az ideális uralkodót jelentette meg, a nemzeti királyság gondolatát taglalta, valamint hangsúlyozta az aktív török ellenes külpolitikát. Az török álfium ellen való orvosság. A nemzeti összefogás és a harcra való mozgósítás állt a mű középpontjában. Zrínyi elképzeléseit nádorként szerette volna valóra váltani, így 1655-ben indult a nádor választáson, azonban a nádori címet nem ő, hanem Veselényi Ferenc nyerte el. Ezután fordult II. Rákóczi György erdélyi fejedelem felé, akiben a törökök elleni harc lehetséges vezérét, egy önálló nemzeti királyság megteremtőjét látta. II. Rákóczi György azonban meggondolatlan lengyelországi hadjárata által a törökök haragját kivívva állandó menekülésre kényszerült, amely miatt nem lehetett a magyar nemzeti összefogás vezetője. Zrínyi Miklós a Mura bal partján, a hódoltság területén török engedély nélkül 1661-ben kezdett hozzá a Zrínyi újvár felépítéséhez. Az új erődítmény és az erdélyi oldalán nyújtott segítség az annak területére érkező osztrák haderő megsértette a 15 éves háborút lezáró zsitva-turoki békét, így a szultán Ausztria és Magyarország ellen háborút indított. Köprülő Ahmed nagyvezér seregei bevették Érsekújvárt, majd elfoglalták Nyitrát és Lévát is. A magyar vezető réteg Zrínyi Miklós fővezéri kinevezését támogatta, akit végül az udvar a Dunántúlon felállított magyar hadsereg főparancsnokává választott meg. Zrínyi először a Mura köz és Horvátország védelméről gondoskodott, amelynek során Zrínyi újvárnál egy 6000 fős török sereg ellen aratott győzelmet. A királyi hadhoz Pozsonyban csatlakozva a cél az volt, hogy felmentsék Érsekújvárat, azonban elkéstek és a vár elesett. Zrínyi ezután a Csalló közben Vízvárnál, majd Vágnál újabb győzelmeket aratott. A törökök téli szárásra vonulásánál Zrínyi megsemmisített egy utóvédet a Garamnál, valamint megúvta a Felvidéket a további török támadásoktól. 1663. novemberében már 15 000 fős török tatársereget gyűjtött le. Zrínyi téli hadjárata 1664. január 21 és február 9 között zajlott, amelyre mintegy 26 000 fős hadsereget toborzott a törökök ellen. A Mura közből indult, majd elfoglalta Berzencét, Babócsát, Barcsot, majd január 28-án érkezett Pécs alá.
1664. februárjában az oszmán hadak utánpótlásának biztosítását megakadályozva fölégette a 6 kilométer hosszú Eszéki hidat. Zrínyi neve Európa szerte ismerté vált, Lipót német-római császár mellett 7. Sándor pápa, 2. János György szász fejedelem, 4. Fülöp spanyol király, 14. Lajos francia király is elismerte teljesítményét. Zrínyi téli hadjáratának sikeressége ellenére az udvar, bel- és külpolitikai okok miatt leváltotta a dél-dunántúli erők éléről, mivel szembe ment Bécs óvatos török ellenes politikáját. A hadsereg főparancsnokává Raimondo Montecuccolit az olasz származású császári hadvezért választották meg, akinek elsődleges célja Bécs védelme volt, így Zrínyi korábbi szerzeményeit veszni hagyta, 3 hetes török ostrom után feladta az Zrínyi újvárat. Montecuccoli 1664-ben a Szent Gotthárdi csatában győzelmet aratott a török csapatok ellen, azonban az 1664. augusztus 17-én megkötött vasvári béke a törökök számára volt előnyös, rájuk nézve született kedvező tartalmú megállapodás, hiszen a rendek hozzájárulása nélkül aláírt béke a királyi Magyarország rovására elismerte a török foglalásokat. Zrínyi Miklós a harcok lezárását követően Európa szerte több országban is tárgyalásokat folytatott az országegyesítés programjához való támogatás véget, azonban sikeres végkimenetele már nem volt ezeknek, mivel Csáktornyai birtokán egy vadkonvadászaton baleset érte, amelynek következtében 1664 végén halt meg. A vasvári béke után a magyar rendek számára világossá vált, hogy nem bízhatnak meg a Habsburgokban, így kezdetét vette a Veselényi féle rendi szervezkedés, amely a bécsi udvar ellen irány. Az összeesküvésre válaszként első Lipót hatályon kívül helyezte a rendi alkotmányt, és nyílt, abszolutisztikus kormányzást vezetett be, amivel a Habsburg birodalom örökös tartományait, illetve királyságait akarta egységes, központi irányítás alá vonni. Lipót abszolutizmusára a tököli felkelés volt a válasz, amelynek hatására első Lipót országgyűlést hívott össze Sopronba, ahol enyhített az abszolutizmuson. Ennek ellenére Tököli tovább folytatta a harcokat, 1682-ben Kassát és Füleket foglalta el, majd létrehozta a Felső Magyarországi Fejedelemséget, amelynek következtében rövid ideig az ország 4 részből állt. 1683-ban a törökök Kara Mustafa, 4. Mehmed nagyvezére vezetésével megtámadták Bécs városát. 1683. júliusában a török sereg ostrom alá vette Bécset, azonban a lengyel király vezette hadsereggel kiegészült keresztény csapatok 1683. szeptember 12-én támadást indítottak az ostromló török tábor ellen, ahol győzelmükkel felmentették a várost. Az 1683-as sikertelen török támadás a nyugati hatalmakat is meggyőzte a törökök kiűzésének fontosságáról, majd 1684-ben 11. Ince pápa megszervezte a török ellenes Szent Ligát, amelyben a Habsburg birodalom, a lengyel királyság és Velence vett részt. Lotaringiai Károly és Savoyai Jenő vezetésével a Szent Liga seregei megindultak a hódoltság felé, és 1686. szeptemberében felszabadították Budát. Az 1687-es hadjárat fő hadműveletei a déli területeken zajlottak. Augusztus 12-én került sor a Nagy Harsányi csatára, amelyet második Mohácsi csataként is számon tartanak. Az itt aratott győzelem az oszmán birodalomban belső válságot eredményezett, amelyet kihasználtak a császári seregek, és óriási területeket szereztek vissza, valamint több erődítményt is elfoglaltak. 1688-ban Báneni Lajos elfoglalta Belgrádot, amelyet a törökök 1690-ben visszafoglaltak Kanizsa és Lippa mellett. Az áttörés 1697-ben következett be, amikor a nyugati frontról visszatérő Savoyai Jenő legyőzte a Tiszán átkelő törököket a Zentai csatában. Végül az elhúzódó harcok után megindultak a tárgyalások, amelyek eredményeként 1699-ben megkötötték a karlócai békét,
amellyel a Temesköz kivételével Magyarország és Horvátország területei felszabadultak a török hódoltság alól. Ha tetszett a videó, nyomjatok a like gombra és kövessétek csatornánkat, hogy ne maradjatok le az érdekesebbnél érdekesebb tartalomról. Továbbá látogassatok el az érettségi.com oldalra, ahol számos kidolgozott érettségi tétel közül választhattok a sikeres felkészülés érdekében. Sziasztok!